A Covid még jelen van a hétköznapjainkban is, azonban az új Omikron variánsnak már gyengébb lefolyásúak a tünetei, és gyorsabban átesnek rajta az emberek, korosztálytól függetlenül. A tapasztalatok azt mutatják, hogy többen is amiatt küzdenek a betegség szövődményeivel, mert a lezárások alatt nem jutottak ellátáshoz a kellő időben. A tesztelések továbbra is folyamatosak, de egyre kevesebben lesznek covidosak. Az elmúlt időszakban 3 beteg produkált pozitív tesztet Mihalecz Károly házi orvosnál. Arról a szakember sem tudott nyilatkozni, hogy újabb mutáció lehet-e a közeljövőben, de tanácsolja, hogy ha figyelünk magunkra és a környezetünkre, az nagy mértékben befolyásolja a vírusok terjedését. Most az elmúlt 2 hétben viszonylag kevesebb covidos beteg van, mint eddig. Októberben elég sok beteg volt, szeptemberben is sok beteg volt. Most ez az Omikron variáns, ez tulajdonképpen, hála jó Istennek, ez nagyon fertőző, tehát a szeptember-októberben nagyon sok volt a beteg, de nagyon enyhék voltak a tünetek. Egy ilyen enyhe nátha influenza-szerű tünetekkel ilyen. A meghűléses betegségek megelőzése a legfontosabb. Öltözködjünk az évszaknak megfelelően, táplálkozzunk kiegyensúlyozottan. A jelenlegi COVID-helyzet egyre inkább javuló eredményeket mutat a szakember szerint. Az emberek akkor se tartottak tőle eléggé, amikor kellett volna. Most meg azt látom, hogy egyáltalán nem. Tehát annyi ijesztő dolog van mostanában, azt gondolom az életünkben, hogy az emberek elfáradtak már a félelembe, úgyhogy talán nem is baj, hogyha most már nem félnek tőle annyira. Most, amit tapasztalunk, tényleg az, hogy talán kicsit enyhébb lefolyása a betegség. Reméljük, így marad. Mihalecz Károly a régi öregek tanácsait javasolja mindenkinek. Együnk sok savanyú káposztát, almát, és pótoljuk a vitaminokat a hűvösebb időben is.